Ézsaiás prófita könyvéből fogom olvasni Isten igéit, a 41. fejezetből. Ézsaiás prófita könyve 41. fejezetéből. A 25. verstől. Majd a zsidókhoz írt levélből olvasok egy másik töredéket, a 12. fejezetből. Az Ézsaiás prófita könyve 40. részéből a 27-től a rész végéig, és a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből az első 3 verset olvasunk fel. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt. Nem kell ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifülkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjúk. Még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szájnak ellenek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg. Járnak és nem fáradnak el. Zsidókhoz írt levél 12. rész első versétől. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora felege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és áhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázottal nem törődve, vállalta keresztet, és az Isten jobbja, trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellenirányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüketjetek. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, az ima közösséget, a bizonyságtevést, és köszönjük azt, hogy azzal a hittel nyithattuk ki megint a Bibliát, hogy abból te beszélsz velünk. Az a Szentlélek, aki ihlette akkor, amikor íródott, az ihlethet minket is most ezen az estén, ezen a helyen. Vágjunk rá, Uram, szomjazunk rá. Jöjj és add a te életadó beszédedet mindannyiunk számára. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Kérdezték tegnap, hogy nem énekel egy éneket esetleg? Hát egy éneket fogok énekelni, ami kötődik az ige hirdetéshez. Egy is egy így, amit énekelni fogok, ami kapcsolódik a mai témához. Ma szeretném Isten evangéliumát hirdetni megfáradtaknak. Az Úr Jézus azt mondja a próféta, hogy ő Istennek az a szolgálja, akit Isten megtudott arra, hogy hirdesse az evangéliumot a megfáradtaknak. És az ének egy ilyen hívogató ének az igényed is előtt. Ó, mindnyájan, akik szomjasztók, gyertek e vizekre és igyatok. És ti is, kiknek nincsen pénzetek, gyertek, vegyetek, és evetek, hamar gyertek, és vegyetek, most, amíg lehet, pénz nélkül ingyen új életet. Gyertek, és vegyetek, most, amíg lehet, pénz nélkül ingyen Oh,
gyertek, én hozzám nyugalmat adok. És ti is, kiknek súlyos tervetek, békét talál majd nálam lelketek. Hamar jöjjetek, jöjjetek, haszna még lehet, adnak néktek új életet. Jöjjetek, jöjjetek, most amíg lehet, adatjak néktek új életet. Isten szól hozzád sötét éjjel át, bárholgat, hadd meg teremtő szobát. Ébredj föl végre, aki aluszol, és támad fel az örök halálból. Akkor felragyog, felragyog a te csillagod, Jézusban eljön örök hajnalod. Felragyog, felragyog a te csillagod, Jézusban eljön örök hajnalod. Isten szól hozzád sötét éjjel át, bárhol vagy, halld meg teremtő szavát. Ébredj föl végre, aki aluszol, és támad fel az örök halálból. Akkor felragyog, felragyog a te csillagod, Krisztusban eljön hajnalod. Fölragyog, fölragyog a te csillagod, Krisztusban eljön örök hajnalod. Isten szól hozzád sötét éjjel át, bárhol vagy, hadd meg teremtő szavát. Év elején vagyunk, és lehet, hogy sokan azon gondolkoztuk, hogy hát év elején egy ilyen témát elővenni, alig pihentük az elmúlt évet, újat kezdünk, új lendülettel, frissességgel. Hát miért kell most a fáradtságról beszélni? Tegnap este a görgyet hátrászorról szólt Isten igéje, és arról, hogy Jézus a szabadító. Valahogy azt hiszem elém az Isten, hogy a megfáradtakhoz szóljuk. Lehetek itt olyan, akik most vagytok először ebben az imaházban, és meg vagytok fáradva, de lehetek itt olyan, akik hívők vagytok már évek óta, és valamiben megfáradtak. Isten szeretne megszólítani bennünket, szeretne minket hívni a fáradtságból, a megfáradásból. A Bibliában elég fontos helyet kap a fáradtság témaköre. Egyébként maga a fáradtság nem először a Bibliában az üdvesek után jelentkezik, megfogalmazva. Azt a Bibliai után védkeztek a bűszüleim, lázadtak Isten ellen, elszakította őket a bűnistentől, megfogalmaz Isten az átkot, azt mondja, átkozott legyen a föld miattad, az engedetlenséged, lázadása miatt. És akkor Isten a mérstük mondta, hogy tövisset és bogáskor teremjen ez a föld, verejtékes munkával keresd meg kenyeret. Tehát jelentkezik a munka mellett a fáradtság, a kimerülés, a veríték. Egész addig, míg nem volt bűn, a munka a kreativitás kiteljesedését jelentette. És jobb esetben ma is azt kéne legyen a munka, valahol azok az erők, amik benned vannak, valahol kiteljesedjenek. Ki kívánkozik az ember az, hogy tegyen, hogy cselekedjen, hogy alkosson. De Isten hozzáteszi a munkához a megélhetésnek a gondját. Én arra gondolkoztam azért, hogy milyen jó lenne úgy dolgozni, hogy nem a pénzért, hanem egyszer csak dolgozni, azért mert jó dolgozni, nem? Jó kreatívnak lenni, jó alkotni. De hát mindig ott van mellett az, hogy sokan mondják, hogy mennyit kapok érte, mennyit fizetnek érte, vajon el fog tudni tartani családomat belőle. Tehát a fáradtságos munka, a kimerülés a fáradtság a bűnösök után lép be
a mi fizikai valóságból, létünkben. És hadd mondjam azt nektek, hogy önmagában a fáradtság az nem bűn és nem baj. Nem baj, hogy az ember pozitívan, vagy elfárad, amikor alkot, amikor csinál valamit, készít valamit. Van, hogy az ember hogy jól elfárad, aztán utána jót pihen, megújul az ereje, és tudja folytatni a munkát. De nagyon sok ember van úgy ezen a földön, és én is voltam már úgy, hogy fáradtam, feküdtem le, és fáradtam, ébredtem. Isten is az élet érzés, amikor fáradtam, fekszel le, és valaki azt mondja, mint szinte fáradtam, amikor fölkelem. Amikor az ember lelke fárad meg, amikor valamit belül összetörik az ember szívében, és érzed azt, hogy olyan teleket cipelsz, amiket nem lehet kipihenni. Még altatókkal sem. Az is, hogy lezsipasztjuk, beszélítjük magunkat. Nem lehet ilyen. Van ilyen fáradtság, hogy minden tud elni. A Biblia azt mondja, hogy még a legkülönbek is megfáradnak. Tehát nem arról szól, hogy a fáradtság csak a gyenge emberek sorsa, még a legerősebbek is ki tudnak fáradni. Ott van az Ószövetségben Illés prófét, ő egy elég különböző ember volt, ugye? Istennek egy kiemelkedő embere Illés. És őről is azt olvassuk, hogy megfáradt. Elfáradt. Valamikor tanultam én olyat a középiskolában, hogy anyagismeret. Szép magyarul koros kincszám, Máté járadók, ahogy úgy mondták nekünk. És ezt tanultuk. És emlékeztem, hogy tanították, hogy csavarásra, hajlításra, szakításra, terelésre. Magyarázta nekem a tanár meg nekünk, hogy minek teszik alá az anyagokat, hogy kipróbálják, hogy mennyit bírnak el, fárasztják az anyagot. És akkor ennek alapján leírják az anyag tulajdonságait, fémnek, fának, bárminek, hogy mi jellemzőre, mennyit bír, mennyitől nem fárad el. Illésnél akkor telt be a pohár, mikor egy nagy győzelmen ment túl. És akkor egyszer az utolsó csepp az volt, hogy Jézabel bejelentette, hogy úgy cselekedjek az Istenek velem, holnap úgy fogsz te is járni, mint hogy kivégezteted a bálnapokat. És Illésnél akkor elszakadt a célra, betelt a pohár. Van ilyen. Még a hívő emberek életében is van, hogy valaki megfárad, valaki kimerül. A legkülönbb emberek is megfáradhatnak. Az Úr Jézus, mielőtt még meghalt volna a keresztfán, indirekt evangéliumot hirdetett, és azt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradhatok, és megvagytok terhelve. Jöjjetek én hozzám, én megnyugvást adok. Jöjjetek én hozzám. És az érdekes, hogy azzal folytatja, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat, nincsenek Jézusnak illúziói. A valóság az, hogy ez az élet teherviseléssel jár. Felelősség az, hogyha valaki fél. Felelősség az, hogyha valaki édesapó. Felelősség az, hogyha valaki feleség, vagy édesanyja. Felelősség az, hogy valaki lelki pásztor. Felelősség az, hogy valaki a munkáin betölt egy felelős munka megbízatást. Ez teher. Ezek az életnek a terhei, amiket Isten rak ránk, az ő igái, amiket hordozni kell. És miért az, hogy nagyon sokszor kimárfárulunk és kimerülünk? Miért olyan nagyon sokszor hordozni? Miért? Hadd mondjam azt nektek, hogy az a problémák, hogy sokszor olyan igákat hordunk, amiket Isten nem bíz ránk. Vannak emberek, akiket Isten a céltalanságból szeretné egy céltudós életre hívni. Olyan sokan van, akik széltalan futkároznak, és azt kiverítő. Hadd mondjam nektek, amikor az ember úgy jön meg az életbe, hogy nincs értelme a jövés menésének, az nagyon fárasztó tud ennem. A csavargást úgy is lehetne mondani, hogy széltalan jövés menés, nem? Ha valaki sokat futkorászik, de nincs célja a futásának, az csavargás. És az ember bele tud fáradni a céltalanságnak. Aztán bele lehet abba fáradni, amikor Istennek van egy cél az életeddel, de te nem akarod azt tenni tőle. Ugye? Ott van Jónás. Ő nagyon jól tudta, hogy Isten mit akar. De Jónásnak is egy cél. Csak pont az ellenkező. Ő céltudatosan ült a hajóra. Amikor a rosszban vagy céltudatos, amikor olyasmiket csinálsz, amiket Isten nem kér tőled, vagy pont az ellenkezőjét, abba is bele lehet fáradni. Aztán ott van az egészséges fáradtság, amire minden embernek szüksége van. Igenis, 6 napon át dolgoz, 7 napon pedig pihen. Azt tud pihenni, aki dolgozott, aki elfáradt. Aki nem fáradt, az pihenni se tud. Azt tud pihenni, aki elfáradt. Egészségesen. A Biblia, amit olvastam itt a zsidókhoz levélből, azt mondja,
hogy lelketekben megfáradva, lelketekben elfáradva. Milyen az, amikor az ember lelkében fárad el? Van egy úszítsége, ami nagyon különleges, Sámson biztos, hogy sokat olvastatok, vagy hallottatok, összejött egy filiszteus nővel, és feleségül vette, és ez a nő próbál bele titkokat kiszedni. És az ége azt mondja, hogy mindig ugyanazt a lemezt tette fel előre, mindig ugyanazt ismételte, és Sámson mindig más mondjuk. És addig hiszített mellett ez a nő, amíg egyszer csak azt hiszi, hogy Sámson lelke halálosan belefáradt. Az ember akkor szokott lelkileg elfáradni, mikor mindig ugyanazon a ponton, ugyanaz a dolog folyamatosan ismétlődik. Lelkileg akkor fáradunk el, hívő emberekként vagy nem hívőként, amikor ugyanaz ismétlődik. Mondtam, hogy az anyagokkal mit csinálnak, fáraszt el, és próbálják, hogy mennyit bír el, mennyit bírja. Olvastam egy könyvet, ahol úgy kínoztak meg foglyokat, többenetes, hogy csak alállították őket, és csak egy csepp víz teppent fél percenként a fejükbe. És beleőrültek, mert kb. Néhány óra elteltével az a cseppi víz belül úgy hangzott, mintha valami nagy robbanást hallana, hogy benne van az ember. Kifáradt, kimerült idegileg az illető, és ebbe őrült bele. A sátán nagy fárasztómester, nagyon tudja, hogy hogyan kell minket lefárasztani. Ez igaz, azt mondja, hogy Sámson halálosan belefáradt, a lelke fáradt bele. És olyan sok ember van ma, akinek a lelke megfáradt. Milyen furcsa, milyen protest, egy házas pár lefáraszt egymást. Azért tesz őket Isten egymásra, hogy szeressék egymást, és ki tudják egymást választani párok. Sokszor látom ezt házasságunkban. Elfáradnak azért, mert az egyik meg akarja mindenre a másikat változtatni, a másik ettől bekeményít, nem akacsodik. Az egyik abba fárad, hogy a másikat meg akarja változtatni, a másik abba fárad, hogy ez mindenáron mást akar tőle. És csak azt veszik észre, hogy lehet, hogy szeretnék egymást, halálosan belefáradni egymásba. Belefáradni kapcsolatunkban. Le lehet fáradni, ki lehet megyen. Bele lehet fáradni kísértésekben. Az elmúlt időszakban gyülekezetünkben érdekes folyamat zajlódik. Azt történik, hogy jönnek emberek is feljelentik magukat. Tudjátok, mit jelent ez? Eljött valaki a múltkor az irodába, leesett a földre. Elkezdett zokon, és azt mondta, nem bírom már. Én ezt nem bírom már. Hát azt tényleg nem lehet bírni. Gyülekezetbe járva. Iszonyatos bűnökben mászott el ez az ember. Iszonyat. Egy Pesten volt diák, ott élt az életét, és nem látta senki, és valami iszonyatos mélységet járt meg. Éreztem, hogy valami karcol, nem tudtam, hogy mi. Nem tudtam, hogy mi. És egyszer, amikor a tékozó fiúról prédikáltunk délután, azt mondjuk kaposunk, hogy szolgált, és ő bejött az irodába, és egyszer leesett a föld, és nem bírom. Kifáradtam a bűnbe, kifáradtam a képmutatásba, kifáradtam. Ahogy félrevezetem magamat, Isten, embereket, ki vagyok belőle. Vagy az ember elfárad a kísértésbe, és összeomlik. Vagy belefárad magába a bűnbe. Halálosan be lehet fáradni ezek a dolgokban. Azok az embereknek az a levélé dolgok, zsidó származású keresztények volt. Valamikor megismerték Isten kegyelmét, irgalmát, nagyon-nagyon örömmel fogadták az evangéliumot, vagyunk elrablásak is örömmel fogadták, lemondtak Jézusra, olyan kincset láttak Jézusban. De elfáradtak. Üldözték őket azért, mert zsidók. Zsidó származás keresztények voltak. A pogányok üldözték, mert zsidók. A zsidók azért üldözték, mert már nem voltak zsidók, hanem keresztény zsidók voltak. Aztán üldözték a pogányok azért, mert keresztények is. Tehát három oldalon, minden oldalon próbálkoztak volna kitérni, és kimerültek ezek az emberek. És elvesztették a derőket, az erejüket, a rugalmasságukat, a békességet, az önöket, kifáradtak, kimerültek. Lelkükben fáradtak meg. És akkor ez a legjobb azt mondja, hogy mi nem vagyunk a megfáradás emberek, hanem a hité, az igaz ember hitből fog élni. Hitből fog élni, és ez a legjobb bátorít őket, hogy ki vagytok fáradva, de Istenem, van megoldás a fáradtságra. Háromszoros üldözés. Hadd szóljak nektek egy néhány jeléről. Mi a jele a fáradtságnak, a kimerültségnek? Mi a jele annak, amikor az ember lelkében fárad meg? Az egyik legkézenfekvőbb jel a fásultság. A fásultság, amikor megfásulsz. És kinyitva a Bibliát, és nem mond semmit.
És lehetsz egy gyülekezetbe, és azt mondod, hogy fénymásoljuk az Isten tiszteleteket vasárnapra, vasárnapra, és nem történik semmi. És elkezdesz imádkozni, és már nincs hitet, kér Isten tudod, fásultság. Azt egy másik jel a közöm. Ott van az emberek tekintetében sokszor a cinizmus a közöm. Beszél, persze, evangélium, Jézus és szabadító. Tudom én, valamikor én is találkoztam vele, valamikor engem itt is megújított, valamikor én is megtérte. Könnyű nekem beszélni. Néha látom hívő emberek arca cinizmus, mikor valaki frissen megtér, és beszél Istenről, hogy lesz az még másképp, bátorítjuk is az egymást. Ne örülj még olyan korán, amiről valaki a végéről, ugye? Még nem tudod, mi várnak. A cinizmus, a közön, a fásultság, amikor minden minden. Aztán a vakság, amikor nem látod azt, aminek örülhetsz. Amikor nem reálisan látod a dolgokat. Illés is elfáradt, nem tudta, hogy még van 7000 próféta. Isten kellett emlékeztessük. Isten szavára kellett aludjon, aztán egyen, aztán megint aludjon, aztán megint egyen, aztán menjen. És végül is Isten szava mozdította ki a közönből, a fásultságból. Igazából egy olyan fajta örvény, ez a fásultság, ami az ember szíve lefele, viszi lefele. Amikor az ember úgy belesüppen, és hadd mondjam nektek, ezt az állapotot nem szabad hosszan fenntartani. Veszélyes, amikor az ember hosszan ebben időzik. Nem szabad belesüppenni ebbe az állapotba. Ezért olvastam az igében a tanácsot. És az a kérdés, hogy mi az, amit tehethet egy megfáradt ember, és erről szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek a mai igéből. Akár hívők vagytok, akár nem. Hiszem, hogy benne lesz az evangélium is, mert az evangélium az jó hír. Jézus azért jött, hogy hirdesse az evangéliumot a megfáradtaknak. Azt mondja a prófét, ez az én szolgám, akit meg gyönyörtem, akit kiválasztottam. Lelkemben ruháztam fel, törvény hirdet a népeknek. És akkor azt mondja, ez igen, meglepett látszálat, nem töri, pislogó gyertya belet, nem hozzak. Ismerősünk, hogy gyertya még csak úgy utolsókat, hogy pislálni. Olyan könnyűen elcsípni, ugye? Úgy szoktuk elcsípni. Már inkább füstölítsen világ. Azt nézik, Isten nem volt el. Láttam a meglepett látszálat? Hát nekem volt egy orgázmatom, nápó volt. Ugye nem kellett jobbra. És emlékszem arra, hogy, hogy meglepett a nád. És a nád az olyan dolog, hogyha megreped, nincs mire használni, nincs tartása. És elmész a rugalmasságnak. Vannak a vastag nádfajták, amikor épületeket csinálnak, készítenek. Vannak nádfajták, amikor építkezési ábányokat készítenek Afrikában, még ilyen országban, építkezési ábányokat. És ha megreped egy nád, elveszti tartását. Isten nem töri el a megreped látszálat. Lehet, hogy most úgy érzed magad itt, mint egy pislogó gyertyabér, úgy érzed magad itt, hogy meglepett látszál, Jézus nem volt ki, és nem törsz. Megfigyeltem, hogy egy ilyen látszállal önmagában nincs mit kezdeni, hogyha csomóba kötöd, kötekbe kötöd, bekötöd a többi közé, lesz tartása. A többen együtt tart. És Isten szeretne, ha lehet épp a gyülekezetbe beépíteni téged. Közösséghez visszavezetni téged. Mert magányos hívőként kóborod és vándorolsz, szeretne téged visszavezetni, hogy megerősödj a hitedben, meggyógyulj. Hát mi a teendő, amikor elfáradok? Azt mondja az igen. Ezért tehát mi is? Ajánkod a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül. A 14. fejezetben a zsidókhoz itt levél szerző, kikről beszél? Hithősökről. Kezdve Ábelen, ugye? Noé, Ábraham, Mózes, Jákob, Mózes, ugye veszi sorra őket, a hithősöket. Szóval Józsuiról, Gedeonról, még Sámsont is megemlíti. Hithősökről beszél, ugye hús és vér emberekről. És azt mondja, hogy ő ki? A bizonyságtevőknek a fellege. Az a kérdés ma este, hogy te mit szoktál nézni? És mire szoktál nézni? Mindig úgy képzeltem ezt az igét, mint egy sportarénát. Ahol lent van a küzdőtér, és az összes élő keresztény, meg nem keresztények, ott a küzdőtéren. A lelátókon, a szurkolóktában azok, akik előre mentek, akik már meghaltak, ha megharcolták hitharcát.
És mit Jézusra mutatni? És azt mondja az ige, a bizonyságtevőknek feleget. Tehát milyen felegeket szoktál nézni? Hadd mondjam nektek, a magyar nép, a magyar ember alapvetően egy pesszimista alkot. Itt volt egy misszionás, itt éppen Váradon, aztán majd Magyarországon költözött, Velibérnek hívták valamilyen furcsa neve volt, ilyen déli ember, volt jó temperamentum. Azt mondta, hogy csinált egyszer egy ilyen közvéleménykutatást, tanulmányozta a magyar közmondásokat. És itt is egy könyvet, hogy egy idegen kalandolása, vagy vándorlása a magyar élet világán. Azt mondja, hogy a magyar közmondások mind pessimisták. Sákát akár a szárkát, de nem mérje a fárka, így mondta emlékszem, nem tudjuk magyarul. Aztán addig nyújtoszkodja, amíg a takáról él. Kezdte sorolni, dönt belőle, és mindegyik arról szólt, hogy vigyázz. Alapvetően emberek vagyunk, akik szeretjük mindig a lyukat látni sajnos. Mindig azt látjuk. Mindig, ami nincs, ami rossz, a negatívat. Tudjátok, hogy vannak fényes felhők is. Egyszer volt egy nagyon-nagyon meghatározó élményem, ez az ég eszembe jutotta. Amikor Kolozsváron laktunk, gyakran jártunk Debrecenben, a családomban, akkor a Vagyosomig, és nagyon sokszor rövidítés ott mentem Szilágy megyén keresztül. És emlékszem, hogy már lemenőben voltam, mert szürkület volt Kolozsváron, már bukott le lap. Hát mondom, akkor most már jó sötétbe utazunk. És hogy átmentem Szilágy megyébe, jó kis hebbeopás Szilágy megyébe, ez csak azt mondom, hogy aranysárga minden. Hát mondom, arra, mi történik itt? Most világosabb, amit elindultunk. Tudjátok, mi történik? Nagyon magas felhők voltak Szilágyvölgy fele, és a napon, amivel még nem látszott, már Kolozsváron láttuk le, akkor megvilágított ezeket a magas felhőket. És egyszer ezek a felhők bearanyozták az egész vidéket. Olyan látvány volt, amit soha nem fog elfelejteni. Vannak fényes felhők az életben. Vannak a külfelhői, az alacsonyan szálló felhők, vastag felhők, néha napon is az emberi éjszaka van, nem sötét, én úgy be tudom borulni, hogy már mi van? Hát ugye csak 3 óra, de már sötét van. És van olyan felhő, hogy mit csinál? Rásik a napsugarra és megvilágít téged. És azt mondja a zsidókhoz itt levő szerző, hogy vannak olyan emberek előttük az életben, akik ilyen fellege, nem alacsony a repülő felhő, hanem magas a repülő felhő, de Isten figyel, fény a napsugar ráesik, és megvilágítanak téged, és bearanyozhatják az életedet. Miért nézzük meg bizonyságtevő fellegére? Azért, mert hús és vér ember. Azt mondja, hogy ez így illés ugyan ember volt, mint mi. Hús és vér ember volt. És azért mondja, hogy ez nézzünk ő rá, mert nem voltak tökéletesek. Ábrám tökéletes volt. Hát emlékeztek arra, hogy mikor besegítettek Istennek, és összehozták Izmáját mondni. Hogy emlékeztek arra, mikor lemegy Gerárba, és azt mondja Sárnak, hogy mondjad azt, hogy a testvérem vagy, mert valahol még az is vagy egy kicsit, ugye? Azt mondja, hogy Ökösi Badné bácsi hithős a kapusba. Szokott Ábrám kapusba is jár, ugye? És mégis Isten végre oda teszi őt a hithősök közé, mert hit és várt 25 évet az ígéret betesedésre. És mi volt az ígéret? Egy gyerek. A nagy népből együtt láttuk meg. Mózes mindig hithős volt. Egy gyilkos volt. Mózes egy közönség egy gyilkos volt. Aki pillanatokat eltett valakit a lábalról, és még el is kapartam magam. Aztán Isten elvisz a pusztában 40 évre jobb farka mellé. Aztán megemlékezik Isten Mózesről, hogy kiáll a jelen iskoláját. És benne lesz a világ legszínűbb emberre, azt mondja a Biblia. Ugye? És ez a Mózes hitáltal tiltakozik azzal, hogy a fáraó lánya legyen. Ma mindenki erről álmodik, hogy fáraó lánya legyen. Gazdag legyen, hírneves legyen, karriere legyen, mindene legyen. Ő erről nem mondott. Miért? Mert látta, láthatatlan. És majd szó szerint meglátta megdicsérő segye Jézus. Azt mondja az ígő, hogy Krisztusban való hite miatt mondott legyint a dicsőségét. Hús és vérem megvan Mózes. Az ő szülei egy olyan korban vállalták a gyereket, amikor az volt a kilátás, hogy mindig kell folytani. És azt mondja az ígő, hogy hittek, és nem féltek a fáraó parancsától. A király parancsától nem féltek. Hús és vér ember. Noé tökéletes ember volt. Emlékezz arra, mondjuk a szőlő kísérletezésére. Tökéletes volt? Nem. De hitt. És épített a bárkát. És megmenekült.
És Isten ége azt mondja, hogy nézz ilyen hús és vér emberekre. Hadd kérdezzem, te kire szoktál figyelni, amikor megfáradsz? Azt mondja az ége, nézzünk a bizonyságtevő fellegére. Vegyük le a tekintetüket a fekete felhőbe, és tanuljunk meg nézni arra, amit Isten akar megmutatni. Olyan sokan megfáradnak. Hadd mondjam nektek, a keserűség, a negativizmus majd magában lefáradsz az embert. És valaki előbből ezt sugárz. És az embereket szívesen elkerült mások, azt mondják, hogy kiszívja az erőt belőle. Kimerít a jelenléte, lefáradsz. Mit szoktál nézni? Kire nézel? Negatív. Én Magyarországon azon csodálkoznak, az imádkozok, hogy végre eljön az ószövetségi csoda, hogy egyik párt megdicsér a másik párt. Ilyet nem hallottam. Az nagy csoda. Higgyétek el, hogy a legbutább kampány az volt, amit ma a magyar törvényben csináltuk, hogy rosszabb vagyunk, mint 4 éve. A legbutább próba, amit lehetett csinálni. Hát elég depis a mi népünk. Itt is, meg ott is, meg mindenütt. Így kell búcs magyart. Azt mondja az ige, ha elfáradsz, nézd azokra a fellegekre, akikre visszatükröződik Isten dicsőségének sugara. Nézd olyan emberek életét, tanulj meg az olyan emberek életét, őket Isten használ, nézd! Nézd! De tovább egy Isten ígéje, és azt mondja, tegyünk le minden ránk lezűdő terhet, és a bennünket megkövet égeződjünk. Itt olyan terhekről van szó, amik akadályoznak a mozgásban. Tegnap elmondtam azt nektek, hogy az első turista zsákomat sikerült 30 kilós összehoznom, és meg is keserült el a magát, azért a soha ilyen zsákot nem készítettem, pedig nőttem azóta, 14-es korom óta. De vannak olyan terek, amik akadályoznak a mozgásban. Egyszer valaki a frankfurti repülőtéren mondja el, az élményét a könyvbe írja le, hogy volt vagy 5 vagy 6 csomagja, volt egy fényképezőgép, 1-szögtől, 2-szögtől, 3-szögtől, 4-szögtől, sokféle csomagja volt. És kellett rohanni a járat szerinti helyre, és felvett az egyet, hogy lehetett a másikat. Felvett azt, lehetett a harmadikat. És ott kapkodott, már megszállta valaki, egy ilyen, úgy mondja, hogy taligás, hát ilyen személyzet volt. Azt mondja, ember, jó ember, adj ez a lepőbb csomagját, tegyük már ide a szekérre. Na, azt mondja, a fényképezőjében a nyakamba akasztotta, és akkor így valahogy eljutottunk arra a helyre, aztán elköszönt tőlem az illet. És akkor meg tudunk csomagolni az ember. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. Vajon nem azért, hogy fáradt, mert felesleges terheket cipelsz? Vajon nem azért, hogy fáradt, mert olyasmiket csinálsz, amiket Isten nem bízott rád? Nagyon ki lehet ebben merülni. Életemben többször belefutottam a zsákutcába, hogy az elvárások, az emberi kényszer, szégyellek nemet mondani, félek nemet mondani, mit gondolok, megyek mások útmutatása szerint, és már nem Isten vezet. És csak olyasmit aggatok magamra, ami leterhel, és nem tudok haladni, nem tudok menni. És össze-vissza ejtem el a csomagokat, és nem halad az ember. Minden akadály féletében, mindaz, ami akadályoz a haladásban, tedd le. Tedd azokat a felelősséget, amiket nem Isten vezet. Tedd azokat a feladatokat, amiket nem ő kért tőled. Tedd az, amiket az élet csak úgy rádagadhat, és kedd azokat hordozni, amiket ő akar átadni. De azt mondja az ége, és a megkülönböző ége. Azt mondod már megint, hogy ismerj egy anekdóta. Miről beszélt az ége a bűnök, és mit mondod ellene beszélni? De hát, hogy a bűn nem így mulatságos dolog. Nagyon sokszor leragadunk a bűnök miatt tüneti szinten. Nagyon sokszor azt hiszik, hogy a bűn az, hogy valami dolgot elkölt. De a bűn egy sokkal súlyosabb és fájdalmasabb dolog. A bűn az összetöri az Istennel a kapcsolatodat. A bűn elidegenít Istentől, elidegenít egymástól, és elidegenít téged saját magadtól. És egyszerűen azt hiszed észre, hogy utálod magadat, utálsz másikat, utálod az Istent, hogy teljesen tönk vagy benne, mert elidegenettél. Mert összetör a bűn. Ki készít, ki csinál. Judásnak el az élet egy ékes példája. Lopott, elvégnett Jézustól, a tanítványi körtől, a végén saját magától. És az ember, aki magától idegenedik, az adomány csak egy lépés az öngyilkosság. A Biblia azt mondja, hogy a sátán ember gyilkosságot kezdettől fogva. A bűn nem más,
mint a sátán önmegvalósítása földön. Egy ember által jött be a bűn a szellemvilágból, belépett a világunk a bűn, és a sátán ebből épít az ő irodalmát föl. Minden bűn az ő építő kockája, téglája. És épít, rombol, pusztít, a sátán ebből dolgozik. Ez a fájdalmas a bűn. Történt még annak idején, hogy India angol gyarmat volt, az egyik angol tiszt unalmában vadászgatott, mert nem volt sok munkája. Egyszer, amikor vadászgatott, találkozott a őserdőbe, egy egész picike, azt hitt, hogy kismacska, nagyon pici volt. És beletette a sisakjába, és úgy írta haza. És a szolgálja az indiai benszülött volt, és azt mondta, uram, nézem már meg, hogy vannak ezen kis cicám pöttyök. Ez nem egy kis macska, hanem ez egy lámpár, csak egy nagyon pici. Ó, azt mondja, hát én hiszek az átnevelés hatalmának. Kommunisták is hittek, jól átneveltek minket, azóta sem tudtunk kinevelődni belőle, de hitt az átnevelés hatalmának. Nevelgette a kis cicát, nagyon szépen nevelgette, növekedett a kis cica, már nem olyan sok a dolog volt a végén. És egyszer borotválkozott az angol ügyemben a tiszt, és elvágta magát. És a vérszagra nekiugott ez a kis cica, a bestia. Nekiugott. És nagyon nagy sebesülések állán tudta csak lefejteni volna ez a benszülött, megszorolítani főnökét. Nagyon nehezen. A bűn ilyen. Mire észrevenné, hogy nagy jármű, kikészít. Tönkreteszi kapcsolataidat, és tönkretesz téged. Isten halálos komolyan veszi a bűnt. Azért, mert a bűn halált okoz. Mert a bűn zsold a halál. Annyira halálos komolyan vette Isten a bűnt, hogy Jézus ezért lépett a világunkba. Hogy legyen az Isten bárány, aki hordja, aki veszi, és aki viszi a világ bűnét. És ebben hal bele Jézus, ami bűneinkbe. Emiatt kellett meghalni neki. Ezért kellett neki bűnné és átokká lenni. Mert a bűné halálos komolyan dolog. Isten igen arra kér bennünket, hogy tegyünk le minden felesleges terhet, és a megkörnyékező bűn. Tegyük le. Nemrég egy két éve megtért fiatal jött be hozzám az irodám, és azt mondja, hogy figyelj, szeretnék beszélgetni. Beszélgetünk. Éreztem, hogy ez még, itt elmentük a lényegben. Mondom, figyelj, nem szeretnék még valamit mondani. Aztán megint mindenféle szó, de mondom, mintha valamiről te még szeretnél beszélni. És akkor elmondta azt, hogy a munkahelyén folyamatosan kötekedett vele valaki, folyamatosan fel. Egy jó délig állt a hívben, és állt a tisztaságban. És ez csak elesett, és beadta a gyerekkel, és azt mondja, szégyenem magam előtt. Ha azt mondtam, hogy nekem van egy jó, hogy elesett, hogy ezt elkövetem, azt mondta, hogy ez nem létezik. Hát én nem ilyen vagyok. Hát világi koromban nem követtem, ami megtérésem előtt. Eleste. Aztán imádkoztam szabadulásért. És olyan volt hallani most új évkor a bizottság felését ennek a valakinek. Isten felállította. Letette a bűnt. A bűnt, amit legyőzte, már nem csak megkörnyék, ezt legyőzte. Hadd kérdezzem meg, hogy vagy itt ma este? Úgy vagy itt, hogy már szakad a célnak? Milyen kísértésben vagy? Mik azok a kísértések, amiben folyamatosan kivatkezzel? Most ezt kérdezik egy házaspár a város széléről. Azt mondták, ők nem lesznek baptisták, meg buddhisták, meg mindenek nem lesznek. Nem baj, de gyertek, hallgassátok az igét. Aztán egyszer csak elkezdtek nagyon komolyan járni, mert úgy nézett, hogy szép nagy a kapcsolat. És elkezdtem ők foglalkozni, magán barátkozókból órát tartottam neki. És ugyanúgy elmondták neki, tudod? Mikor először megkísértettek, akkor mondjam, megpofosztom a kollégámat. Ez volt az első. A következő lépés, hogy a tizedik az volt jelesítem. Miben fáradtál el? Hol szakadt el a célnád? Hadd kérdezzünk meg. Hol estél el? Hol buktál el? Hol fáradtál el? Vagy hol vagy már a szakadás szélén? Isten azt mondja ma neked, nézd a bizottság pedig felegére, tedd le ezeket a terveket és a megkönnyítőződőt. Most jön a lényeg. Nézzük fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére,
aki az előttelebb öröm helyett a gyalázottan megtörődve vállalt a keresztet, és az Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyenre irányú támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. A sátán célja az, hogy leparkolj. Emlékszem, mit olvastam az írás könyvéből? Megfáradnak a legkülönbözőbb. De akik az Úrban bíznak, mit mond az igaz? Szállnak el. Nem mindig repülünk, valamikor csak futunk. És valamikor csak jár. De nem foglalkozik egy dolog az égen. Nem mondja, hogy leparkolnak. Tudod, hogy van halálos parkolás is? Tudom, hogy morbid a hasonlat. Biztos emlékeztek arra az angol házas pára, aki segélyeket hozott ide Romániába rendszeresen. Aztán nagyon elfáradtak útközben, és talán nyírségre, hogy Szabolcs megyébe leparkoltak. Halálos parkolás volt. De megtámadták őket emberek, és leütötték ezt a kedves angol testvérünket. Úgyhogy nem érte túl. Van halálos parkolás, amit nem lehet túlélni. Isten így azt mondja, hogy ne állj meg! Ne állj meg! Bízz az Úrban! Nézd Jézusra! Nézzünk fel Jézus a hit szerzőjére! A hithősök mind azt mondják, hogy ő ránéz. Sokszor azon gondolkozik, vagy napukám hol van? Ő is ott van a lelátókon, szúrkol nekem. Vajon mit mond? Vagy mit mondaná nekem? Sokszor mondom, de jó lenne, hogyha élne, meg-meglátogatta, mint régen, elbeszélgetne vele, megint éjfélig, kettőig, a jókat beszélget, mint vele vágyolta. Olyan jó esett. Tudod, itt vannak hithősök? Ne add fel, ne dobd a törő között, van tovább, állj fel, elestél, van tovább. De még mondok valamit. Nem vagyunk a lényeg, ő a lényeg, mi is ő rá néztünk. Miért néz Jézusra? Azért, mert ő vállalta a gyalázatot, a szenvedést, a szégyent. És emlékezz arra, amit Jézus Nikodémusnak mondott, amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztán. Azonképpen kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, az ellenveszel, hogy örök élete legyen. Miért emelfelelte Mózes a kígyót a pusztában? Azért, mert megmarta a kígyó mérges ki vízre lépét. Ott ketyeget bennük a halál, mint időzített bomba. Csak idő kérdés volt, hogy mikor halnak meg. Mondták, Mózes, segíts rajtunk, könyörülj rajtunk, imádkozz értünk. Isten azt mondja, készíts egy oszlopot, és tégy rá egy érzkígyós. Aki hirtelen ránéz, az megmenekül. Mit teszel vele, hogyha megmarják? Hát oda kap a sebéhez. És olyan sok ember van itt, hogy a sebünkkel foglalkozunk, a bűneinkkel foglalkozunk, abban dagonyázunk, a sötétséggel foglalkozunk, a sötét felegekkel, és arra fókuszálsz, a garázsra. Isten pedig azt mondta az írónak, hogy vedd el a kezed, és nézd fel! Ne a malásra fókuszálj, hanem a érckígyóra, és a hitet felnézel, megmenekülsz. Ne a bűnödre koncentrálj, hanem Jézusra. Van egy tragédia van hívőknek, az pedig az, amit ott a házasságtól azt mondja, hogy én történetekről értettem meg. Mit csinálnak? Fogják a követ. Meg kell kövezni, mit csinál? Elvált, ott hagyta, megcsalta, meg kell kövezni. Igazuk volt? Igazuk volt. Ez a vád szava. A sátán csak annyit tud csinálni, hogy vádol. Ma este is azt mondja, te belőled csak innen szimán hívő. Elestél, úgyis marad minden. Úgyis elkülbeletek téged. Isten nem mond el róla. Péterről sem mondott le. Pedig megtagadta. És nem mondta, hogy jól van Péterként, te ilyen voltál. Volt egy szép tervem álmom veled, de ilyen vagy. Nem mondta ezt az Isten. Azt mondja János, hogy amikor a mi szívünk vádol és ítél, akkor azzal bíztatjuk a mi szívünket, hogy az Isten szíve nagyobb a mi szívünknél. Tudod, hogy nagyobb? Azt mondja, hogy a házasságtól azt mondja, hol vannak a vádolói? Azt mondja, nincsenek. Én sem vádolok téged. Eredjen, és mostantól fogva. Szóval, amikor ő mondja azt, hogy mostantól fogva, az más. Mi sokszor mondjuk, de az nem ér semmit. De amikor ő mondja neked, és neked, hogy mostantól fogva nem fogsz védkezni, abban erő van.
Simonnak is mondta, amikor szégyelte magát, azt mondta, menj el tőle, mert bűnös vagy! Mit mondott Jézus? Mostantól fogva. Tudod, mi lesz, hogy ebben halász? Az Isten szíve nagyon a szívednél. Tudod, mi a különbség köztünk az Isten között? Mindig a vád. A vád az mindig a bűnnyomja a képet, hogy azt láts! Csak a bűn, semmi más! Isten pedig azt mondja, vegyük el a bűnt a képedből, és mit ad neki? Fehér lapot. Újrakezdés lehetőségét. Ma Isten ezt szeretné előtte felragyogtatni. Azt szeretném mondani, hogy lehet újat így kezdeni vele. Lehet újra indulni vele. Szeretne fehér lapot mutatni. Neked az Isten fiam. Nem vádolni akar? Mostantól fogod többi levétkezni. Ki legyőzzel? Annak a zsidónak az volt a dolga, hogy a kígyómarás levegye tekintetét, és felnézzel az észfigyóra. Ha neked az a dolgod, hogy fölnéz Jézusra. Nézz fel Jézusra. Isten szeretne, ha a szemedben nézni. Hagyj meg egy kis imádkozni.